Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Mielőtt elkezdeném elemezni a képeket, felhívnám arra a figyelmeteket, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, amit e-mailen keresztül megrendelhettek. Minden hónapban van egy havi téma, egy havi angyal, egy asztrológiai előrejelzés, azon kívül a szertartásoknak az időpontja és témája, és minden hónapban van két jóslás, többnyire asztrológiával együtt, kedvezményesen. Megrendelheted mind a kettőt, vagy választhatsz a két akciós jóslás közül. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A pénteki napon ez a férfi áll a középpontban, megvan a fiatalos kisugárzása, a fellépése, ami foglalkoztatja őt a gondolataiban, ez a szenvedély. Keresi a közelségedet, lesz egy új irány, lesznek változások, ezt is jelentheti ez a gyermek, és megvan nála ez a gondolat, hogy szeretni ezt a testi kapcsolatot veled. A szombati napon itt döntésekről van szó, mindkét kártya erre utal. A fő téma a döntések, de az utak is ezt jelentik, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a madarak jelentik a kommunikációt, tehát ő beszélni akar erről veled, hogyan tovább, milyen irányba, milyen döntéseket hozott. A vasárnapi nap itt látható, a fő téma, ez a kenguru, úgy ugrandozik előre, vagy egy lépést előre, kettőt hátra, amit ez a kártya még jelent, hogy ellenőriz minden dolgot, vagy azt is jelentheti, hogy van valaki a környezetében, és ez a személy ellenőrzi őt. Ami a kivetésnél nekem tetszik, hogy mindketten megjelentek ennél a jóslásnál, sőt, odafigyeltek egymásra. Pénteken ő áll a középpontban, vagy ő hoz döntéseket, vasárnap te állsz a középpontban, vagy te hozol döntéseket, ő ugrándozik így felé, és megváltozik a helyzet, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Az is lehet, hogy te változol meg a gondolataid, a hozzáállásod, vagy a külsőd. Persze, ezek lehetnek események is, hogy sok minden változni fog. A gyermek jelentheti a gyermekeket, a fiatalos kisugárzást, vagy ahogy én értelmezem, jelent egy új kezdetet. Ő odafigyel rád, szenvedélyekkel közeledik hozzád. Lesznek fontos beszélgetések és döntések, lesz egy új irány, változások, a madarak is jelentik ezeket a változásokat. De ő nagyon kontroll alatt áll, vagy ő ellenőrzi a dolgokat, vagy van valaki, aki figyelget benneteket. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!